Mesél a Biblia. Kedves gyerekek! Jézus bemutatkozása után most gyertek, próbáljuk megérteni egy történeten keresztül, hogy mi a hit. Ez a történet egy kislány hitéről fog szólni. Valamikor régen élt Izraelben egy ügyes, kedves kislány. Családjáról nem tudunk közelebbi részleteket, valószínűleg szegényebb család volt. A szülei szorgalmas emberek lehettek, mert a munkának értéke volt otthon. Ez a kislány is megtanult és szeretett dolgozni. Bizonyára sokat hallott Elizeus prófétáról is, aki ebben az időben élt és munkálkodott Izraelben. Lehet találkozott is vele. Elizeus volt, aki közvetítette az Istentől kapott üzeneteket. Szerették és tisztelték őt. A mennyből kapott erővel csodálatos dolgokat is vitt véghez a bajba jutott emberek megsegítésére. Például ilyen csodák történtek általa. Az ihatatlan víz ihatóvá vált, az ártalmas étel ehetővé vált, egy szegény özvegyasszony olaja megsokasodott, egy házas párnak, akik gyermekre vágytak, gyermekük született, és még sorolhatnánk, hogy mi mindenben segített. Úgy ismerte meg ez a kislány Elizeust, mint az Isten emberét. A szívébe zárt őt, mert rajta keresztül tanulta meg, hogy milyen a jó Isten, mindig segít a benne bízóknak, nem hagyja magára őket. Egy alkalommal portyázó szíriai csapatok törtek az országba. Ezek a csapatok sokszor raboltak, fosztogattak, mindent vittek, amiről azt gondolták, hogy hasznát vehetik. Ezen felül embereket is elhurcoltak. Ezt a kislányt is elvitték messzire a családjától a saját országukba. Ott a szíriai hadsereg fővezérének a házába került szolgálónak. Ő már otthon megszokta a szorgalmas munkát, ezért nem esett nehezére, hogy takarítson, rendet tartson, asztalt terítsen és egyéb házi munkákban segítsen. Biztosan nagyon fájt neki, hogy el kellett szakadnia a családjától, de bízott abban, hogy a jó Isten nem hagyja magára a benne bízókat. Tudta, ha a családjától távol, idegeneket is kell szolgálnia, Isten védelmezi, oltalmazza, gondját viseli. Erőt is kapott fentről, hogy örömmel tudja végezni a munkáját. Nem bánkódott folytonosan, nem csak a saját sorsa miatt aggódott. Így egyik nap észrevette, hogy Naamán, a ház ura, megbetegedett, mégpedig nem is akármilyen betegségben, bélpoklos lett. Ez a betegség emberileg gyógyíthatatlan volt. Eszébe jutott Elizeus, aki nagyon sok embernek segített. Tudjátok, mit tett ez a kislány? Segíteni szeretett volna, nem volt szívében gyűlölet és bosszú azért, mert őt idehozták, oda ment úrnőjéhez, akinek szolgált, és a következőket mondta. Bárcsak az én uram szemben lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt bélpoklosságából. Azt mondta, hogy kétség nélkül, vagyis biztosan. Ha Naamán eljutna a prófétához, akkor biztosan meggyógyulna. Nem volt szívében kételkedés, bizonytalanság. Ő már otthon annyira megismerte a jó Istent, hogy teljesen bízott benne. Elizeus pedig az ő emberének ismerte meg. És itt értjük meg, hogy mi a hit. Ez a kislány megismerte, hogy az Isten jó. Elkezdett bízni benne. Ez a bizalom aztán egyre jobban erősödött. Mindaddig, míg bizonyossággá vált benne. A hit lényege tehát a megismerésen alapuló bizalom, ami majd bizonyossággá válik. Ez a kislány tudta, mert már otthonában is tapasztalta, hogy Isten gondot visel azokról, akik hozzáfolyamodnak segítségért.
olyan bizonyossággal szólt Isten gyógyító hatalmáról, amit Elizeus prófétán keresztül nyerhet el, hogy úrnője elmondta férjének, Naamán pedig biztosra vette a határozott ígéretet, és képzeljétek el, elindult Elizeushoz. A próféta arra szólította fel Naamánt, hogy fürödjön meg 7-szer a Jordánban, és meggyógyul. Naamán ekkor elkezdett bizonytalankodni, kételkedni. De aztán kísérői tanácsára mégiscsak engedelmeskedett, és mikor 7. alkalommal kijött a vízből, akkor az ő bőre teljesen letisztult. Naamán meggyógyult, és benne is hit ébredt. Nem tudjuk, hogy ezután mi történt a kislánnyal. Tovább szolgált ott Naamánnál? Vagy hazamehetett? Lehet megkapta ezt a lehetőséget jutalmul. Ez a történet az őszinte gyermeki hit erejét és értékét mutatja meg. Ez a kislány úgy mutatta be az élő Istent és Elizeust, az ő prófétáját, hogy másokban is hit ébredt. Nagyon értékes az ilyen hit Isten előtt. Bennetek is megszülethet ilyen hit. A 34. Zsoltár 9. verse így szólít fel. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Ha meglátjátok, megismeritek, hogy mennyire jó Isten, akkor bennetek is hit ébred. Elkezdtek bízni benne, ez a bizalom aztán egyre erősebbé válik, mindaddig, míg bizonyosak nem lesztek ebben. Ezeken a történeteken keresztül jó megismerést kívánok nektek. Ti is lássátok meg, hogy milyen a jó Isten, és ha elkezdtek bízni benne és ráhagyatkozni, akkor ő igazán jóvá tud tenni benneteket. Mert emlékezzetek arra vissza, hogy ő az út, az igazság és az élet. Ő az, aki igazzá és jóvá tud tenni benneteket, és ezáltal örök életet biztosítani számotokra.